Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Enyhítünk, még mindig enyhítünk, és született egy csodálatos jogszabály, amely szerint, ugye vidéken ezt lehet csinálni, Budapesten azt nem lehet csinálni. Ezzel az ország valahol két részre lett szakítva, mint sok más dologban amúgy is, de most ugye ezt a budapestiek keményen érezzik és érezni is fogják, hogy mennyivel szarabb ebben a pillanatban Budapesten is környékén élni, az ország más részeibe már, ha hagyják, és ahogy én budapesti honfitársaimat ismerem, nem fogják ezt hagyni, nem tüntetni fognak, nem hőbölögni fognak a minimális mértéken felül, hanem fogják magukat, és mint egy jó magyar állampolgárhoz illik, és ebben a helyzetben talán valahol, hát el is fogadható, megszegik ezt a jogszabályt. Mire gondolok, ugye? Kiárási korlátozások feloldása vidéken, Budapesten nem. Tehát valaki marhókos ember azt gondolta, hogy ha vidéken megnyitják az éttermek teraszait, lehet strandra járni, stb., akkor a budapestiek majd otthon fognak ülni, nem mennek el étterembe, ha esetleg megtehetik, sőt, nyáron, hogy közeleg a meleg, és ugye mondjuk megmaradnak ezek az intézkedések, akkor a strandok helyett, a vidéki strandok helyett például otthon fognak ülni a lakótelepen, akinek nincsen kertes háza, és vagy az erkére kiviszi a felfogyható kis medencét, vagy pedig beül a fürdőkádba, berakja a két gumikacsát, és a gyerekkel esetleg egymással szembe ülve ellabdázgatnak a másfél méter hosszú fürdőkádba. Tehát ez roppant életszerű és elképzelhető. Már most ugye látják a különböző statisztikákat, meg a különböző történéseket, hogy a budapestiek azért most is elmennek vidékre. Mi lesz akkor, hogyha tényleg meleg lesz, és ugye ezek az emberek, ugyanúgy, mint a vidékiek, szoktak izzadni, és nehezen tűrik a meleget, és ilyenkor ugye nem árt, hogyha valamilyen módon tudnak hűsölni, és ezt nem feltétlenül a klímás rakásra gondolják. Na most várható, hogy ez fog történni, és ugye most olvasgatja az ember, hogy milyen intézkedéseket próbálnak hozni. Fassághegyeket látok egyelőre, ugye különböző lakcímkártya alapján fogják ellenőrizni, hogy te például mondjuk fogod magad is lemész a Balaton partra, és bemész ott fürdeni az adott strandon, hogy te odavaló, vagy oda bejelentett lakos vagy-e, vagy sem. Tehát ha ott van a nyaralót például a Balaton parton, akkor az kurva karcsú, mert nem oda vagy bejelentve, vagy bejelentkezel a nyaralótba is. De maga annak az egésznek a tárgyi, technikai végehajtása az előttem egy örök rejtély. Tehát gondoljátok el, hogy képzeljünk egy helyzetet, Balaton, Füred, strand, legyen benn mondjuk 1000 ember. Megjelenik a rendőrség, és az ott lévő fürdőgatyás emberektől vadul lakcímkártyát fog követelni. Hát nem tudom, hányan szoktak bevinni iratokat a strandra, én annyira nem. Általában beviszek egy törülközőt, meg rajt papucsot, meg maximum egy pénztárcát, vagy valamennyi pénztárcát sem, mert azt sem szívesen adja ott az ember, hanem valamennyi pénzt, amivel úgy vagy, hogyha esetleg ott hölt a cuccodnál is pofán verik, akkor se történik tragédia, de kb. Ennyit szoktak bevinni az emberek, max. Egy kajás szatyrot, max. Játékokat, különböző ilyesmit, de iratokat szerintem annyira nem jellemző. Tehát tegyük fel, te bevitted az iratodat, és megállapítják, hogy te nem vidéken laksz, hanem mondjuk a fővárosba, és a strand közepéről azonnal a rendőrség készeléti szolgálata téged körbevesz, és kitoloncolnak a strandról, vagy felszólítanak, hogy hagyd el, és mennek emberről végig, a rendőrök emberről emberre, és így szépen mindenkit, aki nem odavaló, hazazavarnak. Hát ez roppant életszerű, gondolom, mindenki számára. Vagy hangos bemondóba bemondják azt, hogy mindenki mutassa fel a lakcímkártyáját, ezt valamilyen eszközzel, távcsővel, kukkerrel, Hubble űrteleszkóppal megvizsgálják, és akinek nincs rajta, hogy Balaton Füred, az szépen mehet onnan a büdös fenébe, és szépen jelentkezhet majd Budapesten a kis bírságáig. Tehát ez is roppant életszerű dolog, és sorolhatnám még ezeket a lehetőséget, ami arról szól, hogy lehetetlen ellenőrizni, vagy lenne még egy, ugye Budapest határára, az M7-es kivezető szakaszához odállítok néhány száz rendőrt, mindenkit megállítanak, és aki el akarja hagyni Budapestet, visszazavarják, hiába mondja, hogy csak ki akar menni a közeli Budapest környéki áruházba vásárolni, az is kevés, mert biztos, hogy át akar verni a rendőrséget, nem engedélyezünk semmit is vissza. Tehát mindig csupa olyan dolog, ami a technikai végrehajtását, az ennek való megakadályozását nem teszi lehetővé. És amikor alkották ezt a jogszabályt, szerintem ezt át kellett volna gondolni. De hát biztos ez sokkal okosabb, sőt 100%-ot sokkal okosabb emberek csinálták, mint én, vagy mi vagyunk,
akiben ezek az ötletek felmerülnek, és valami hosszatávú megoldás lesz. Hogy lehetett volna ezt kivitelezni, ugye, aki mozog különböző helyeken mostanában, még a kiállási korlátozás feloldás előtt, akár Vidéken, akár Budapesten, pontosan tudja, hogy az emberek ezt nem tartották be, ha tetszik, ha nem. Az igenis megvolt, hogy bizonyos parkokat, közterületeket lezártak, oda nem lehetett bemenni, igen, helyette elmentek más parkokba, más közterületekbe, vagy parkokon kívül találkoztak, vagy az erdőbe találkoztak, de ha úgy döntöttek egy család, hogy már pedig ők szeretnének a haverjaikkal elmenni kirándulni, akkor találkoztak az erdő szélén, és együtt megtették ezt. És hogy miért? Marha egyszerű. Se szankcionálási, se ellenőrzési lehetőség nincs a hatóságok kezébe. És a világon mindenhol, nem csak Magyarországon olyanok az emberek. Ha valamit nagyon-nagyon akarnak, és nem érzik a veszély helyzetet, nincsen veszélyérzetük, nem látnak maguk körül olyan dolgot, ami arra inspirálná őket, hogy már pedig ezt be kell tartani, akkor igenis menni fognak, és igenis a komfortérzetüknek, a kényelmi érzetüknek, a saját szórakozási lehetőségüknek a kiszolgálásához meg fogják ezeket tenni. Nem csak mások ilyenek, én is ilyen vagyok, mindenki ilyen. Valaki kicsit felelősségteljesebben gondolkozik, ami nagyon szép, nagyon jó, de hogy múlik az idő, ők is lazítani fognak, ezt majd mindenki meglátja. Tehát hogy lehetett volna ezt mondjuk megoldani? Ezt úgy lehetett volna megoldani szerintem, és ez nem kell egy különösebben nagy lángelme, hanem az emberi pszichét kell egy kicsit ismerni. Ez különböző módon megy. Amikor ugye Magyarországon ugye tudatosult az emberekbe, hogy igen, itt a koronavírus, és ez már kurvára nem játék, itt már mindenki túlrend azon, hogy csak itt valami fantasy filmet nézek, vagy valami skifit, és jöttek a beszarós napok, hetek, igen, mindenkinél, nálam is, amikor ugye nekiálltunk bevásárolgatni kaját, mindenki, amit tudott tartalékogatni, és mindenki készült arra, hogy vajon mikor lesz itt kijárási tilalom, hangsúlyozom, tilalom, nem korlátozás, akkor kellett volna azt meglépni, hogy igenis kijárási tilalom. És igenis minél több rendőrt, ha tetszik, hanem katonákat, és mindenféle hatósági személyt, aki ennek az ellenőrzésre jogosult, sőt, még talán törvénnyel olyan jogszabályokat is módosítani, hogy bizonyos hatósági személyeknek intézkedési jogkört adni, bizonyos dolgokban mindenkit kivezényelni az utcákra, és az embereket, ha tetszik, hanem otthon tartani. Én tudom, hogy magam ellen is beszélek, mert ugye én is kimászkálok, mint mindenki más, viszont a józanész ezt diktálja, ha tetszik, ha nem. Tehát az embereket azzal, hogy kiplakátolok mindent, felhívom a figyelmüket, szépen elbeszélgetünk, akkor elhajahúj, elnyenje, kapsz majd esetleg egy 5000 forintos bírságot, de előtte 655 000-szer figyelmeztetünk. Így, hiába ez nagyon-nagyon humánus dolog, nekem is az a véleményem, de otthon tartani nem lehet, ha tetszik, ha nem. Tehát nem lehet otthon tartani az embereket, igenis, útra fognak kelni, egy pár napig bírják. Van a környezetemben is olyan ember, aki ezt nagyon-nagyon komolyan vette, az egészet otthon maradt, még azt is bevállalt, hogy a jövedelmeinek egy jó részétől teljesen elesik, és tönkre mennek dolgai, és igenis tudta, hogy nélkülözni is fog. Ennek ellenére otthon maradt, és ő is most úgy döntött, hogy tett egy hatalmas nagy beintést, és azt mondta, hogy eddig bírta, és mivel az ország jelentős része amúgy sincs otthon, nem igazán érti, hogy neki miért kéne otthon lennie, mikor így is úgy is boltba például el kell mennie, kaját vennie, és ha az országnak a jelentős része nem vigyáz magára, akkor valószínűleg, hogyha el kell kapnia, akkor a boltba például úgy sem fogja kapni, és teljesen felesleges az egész. Tehát ezt az egész fajta mozgást, kijárási tilalmat az elején kellett volna izomból bevezetni, tehát a mozgásnak megakadályozását és a kijárási tilalmat az elején, mikor az emberekben meg volt még a félelemérzet, akkor kellett volna ezt bevezetni, és akkor talán meg lehetett volna ezt fogni, és igenis nem ilyen 650 darab figyelmeztetéssel, hanem egy figyelmeztetés után nagyon-nagyon kemény bírságot kellett volna kiszabni. Én tudom, hogy kurva kevés az emberek pénze, én sem engedhetek meg magamnak 50-100 000 forintos bírságoknak a kifizetgetését, de ha egyszer otthon kell maradni, ezt indokolja valami, hangsúlyozom, ha ezt indokolja valami, valóban úgy van, akkor tessék otthon maradni. Ha nem megy így, akkor megy izomból. Ezt tudomásul kell venni, hogy máshogy ez nem fog menni. És akkor most ugye jön ez a hatalmas okos intézkedés, hogy pestiek maradjanak otthon, csak a szűk környezetükben mozogjanak, vidéken meg mindenki mehet, ahova akar. És a Budapesten élő közel 2 millió ember, az valószínű, hogy otthon is fog maradni, és ücsörög majd a kis tojásain, vagy a kis más dolgán, nem csinál semmit, és örömmel nézegeti mondjuk a híradásokat, ahol látszik, hogy vidéken kinyitottak a strandok, vidéken szépen az emberek ücsörnek az éttermek teraszain, iszogatják is kávéjukat, eszegetik a tojásrántot, tehát ő meg otthon ül,
és éppen a konyhapulton keveri a tojásos lecsónak valót, és ahogy mondottam, engedi a hideg vizet a fürdőkádba, hogy készüljenek a gyerekkel gumikacsázni. Tehát ez roppant életszerű és roppant túl elhihető. Biztos, hogy nem így lesz, és biztos, hogy el fog menni vidékre, és biztos, hogy nincs az a rendőri erő, az a rendőri kapacitás, és szerintem az a rendőri akarat se, ami arra irányulna, hogy én ott akár vidéken, most nem csak a Balatonpartról beszélek, bárhol, bármilyen strandon, bármilyen vendéglátó egységen felvonuljon valami rendőri erő, és ne kell ott embereket igazoltatni, és ha már igazoltatja őket, akkor megmondja, hogy azonnal menjen haza, roppant, biztos, hogy haza fog menni mindenki. Ha már mondjuk meg is bírságolnak, akkor megmondom, hogy már azért sem megyek haza, ha már eljöttem vidékre is kell érte fizetnem 10-20-30 ezer forintot, akkor legalább már a kajamat megeszem normálisan, és stb. Nem fog hazarohanni. Tehát ez így nem fog működni, és az a döbbenetes, hogy ez nem csak az én láng elmém kellett, hogy ezt belássa bárki, hanem aki kicsit józanul gondolkodik, az mindenki tudni fogja. Ez egy nagyon fasz a kiragadt intézkedés, ugye arra próbálja az embereket rádöbbenteni, mert Budapest ugye sűrűbben lakott, Budapesten sokkal több ember él, hogy itt azért veszélyesebbek a dolgok, ez valóban így van. Veszélyesebb valóban járvány szempontból Budapest, de az emberek egyelőre olyan helyzetbe jutottak, olyan lelkiállapotba jutottak, hogy mindenképpen úgy döntöttek, hogy nekik ebből elegük volt, és ahogy látjátok, nem csak Budapesten, a világ mindenhol enyhítenek az intézkedéseken, és ez nem feltétlenül azért lehet, hogy van-e, azt nem tudom, de azért lehet, nem feltétlenül azért lehet, mert valóban enyhül a járványveszély, hanem marha egyszerű, az embereknek tele lehet a töke az egésszel, és hajlandóak bizonyos kockázatot is vállalni, ami majd eldől, hogy megéri vagy nem éri meg, hogy igenis ők már pedig menni akarnak, ha nem is feltétlenül még külföldre, majd az idő is eljön, szígyétek el nekem, mikor ugye azért lesz tömeges ugye reklamáció, hogy akarnak menni külföldre, nem feltétlenül mindenképpen azért, mert a tengerparton akarja valaki lógatni a kis lábát, hanem mert például üzletügyeket akar intézni, és mennie kell, hogy ne menjen tönkre a céget. Tehát ez az idő is el fog jönni, akkor kíváncsi leszek, hogy mit fognak kitalálni. Hát addig is mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánok, nagyon köszönöm a figyelmet, és jó egészséget is kívánok. Sziasztok!